Azt hiszem mindenki tudja, hogy a Nemzetközi Nőnap tényleg nemzetközi, mert a világ csak nem minden országában, ha más-más időpontokban is, de ünneplik, mindenféle események, rendezvények vannak. Hát itt Európában nagyjából tudjuk, hogy mi a helyzet, de az, hogy például Afrikában milyen a nők helyzete, és nem csak a nőnapon, hanem egyáltalában azokban az afrikai országokban, ahol számon tartják ezt, az is minden pillanatokon belül kiderül, hiszen jön vendégünk, aki nagyon sok-sok időt, hónapokat, éveket töltött el Afrikában. Ő dr. Fodor Réka, missziós orvos. Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy jöttél, és azt hiszem, hogy ha Afrikáról beszélgetek bárkivel, akkor most ezt így négy szem közt megmondhatom, mindig eszembe jutsz, mert ismeretségi körömben nagyon kevesen vannak azok, akik évet vagy sok-sok hónapot töltöttek Afrikában, és méghozzá nem csak egy, hanem három országban is, mert emlékezetem szerint ugye Ugandában, Nigériában, meg legutóbb Gánában, és hát nem titok, missziós orvosként, és nem csak, hogy gyógyítasz, vagy gyógyítottatok kint, hanem kórházakban segítettetek, szóval egyáltalán a rászorultakon nagyon. Hát ezért a munkásságodért 2020-ban kaptál is egy Cornélius-díjat, úgyhogy elismerik itthon is, otthon is. De most a beszélgetésünknek az alapja tulajdonképpen az, hogy ugye március 8-a a Nemzetközi Nőnap, és ezt mindenhol a világon ünneplik, szinte minden országban, mindenhol más-más ünnepségek vannak, és másfajta, hát mit is mondjak, csak érdekességek. Erről majd még a műsorban később szó lesz. De az, hogy a nők helyzete Afrikában milyen, erre biztos, hogy nem lehet egy-két mondatban válaszolni, mert majdnem azt mondtam, hogy ahány ország annyi szokás, de én szerintem te ezt sokkal jobban tudod, hogy ha egy ország, akkor is annyiféle szokás és annyiféle népcsoport, hogy hát kezdjük talán mondjuk Ugandával, mert ott voltál életedben először Afrikában, 2015-ben ezt egyszer elmesélted. Szóval Ugandában, ebben az 1962 óta független országban, hogy is Kampala, ugye, az a főváros? Akkor ott például mit tapasztaltál? Nagyon fontos, hogy Afrika ugye eleve nagyobb, mint Európa, és valóban, ahogy mondtad, még akár egy népcsoporton belül is, hogy mi a vallásuk, elképesztő sokféleség van. De tehát így még ország is túlságosan általánosítás a kérdés. Inkább úgy tudom mondani, hogy az abban a térségben, ahol voltam, elmesem, miket tapasztaltam. Mindenhol a nők viszik a gyereket a hátukon, nincsen gyers, vagy ha van is egy-két hónap maximum, és eleve a fejükön hordják a cuccokat, főleg a vízhordás, ugye azt biztos láttatok sok ilyen filmet, vagy akár fényképet. Ez amikor a valóságban látod, az azt jelenti, hogy egy átlagos olyan hölgy, aki mondjuk én 52 éves leszek, az egy öreg nő. Annak tele van fájdalommal a gerince. Eljönnek hozzám orvosi rendelésre, és fáj a derek, amióta 20 éve, tehát ezt már annyiszor hallottam. Hát ez nehéz is a fejükön. Gondolj bele, hogy egy család mondjuk 8 tagú, és jut egy pohár víz egy gyereknek, az ő 8 mérföldet megy, és közben lehet, hogy van egy újszülöttje, akit visz a hátán. Tehát ez egy átlagos nő helyzete, ez az első kép. Na most ezt variálja, hogy most egy 8 milliós megalopoliszba vagy, vagy egy olyan faluban, ahol nincs is víz, és mondjuk 20 mérföldet kéne járni. Tehát nagyon sokféle variáció van, de a nők helyzete, azt inkább úgy mondanám, hogy az első benyomás az volt, hogy boldogok, nagyon szeretik a családot, nagyon szeretik a gyerekeket, de gyakorlatilag minden nőnek szinte van egy újszülött a hátán, és mindenkinek van egy korsó a fején. Na most bocsáss meg, Ugandáról kezdtem, de akkor ez nem ez csak Uganda, mindenhol, hanem mindenhol. Ahol jártam. Na most, hogyha elmész egy turista paradicsomba, ahol esetleg más, azt én nem tudom, de a Fekete Afrikának azon régióiban, ahol mi segítünk, ott azért nagy a nyomor, nagy az éhezés, nagy a nélkülözés, és mi ezekbe a térségbe szoktunk menni, tehát ahol minden rendben van, de nem kell orvosi missziókat szervezni, de mindenhol van vízhiány, mindenhol van probléma, azt lehet még variálni, hogy mennyire, de például most legutóbb Gánában voltam, és az egy viszonylag gazdagabb ország Afrikában, de fölmentem 600 kilométert, ahol muszlim többségű a helyzet, ez nem volt baj, mert barátságban élnek, de meglepődtem, hogy a katolikus kórháznak nincs 24 órás vízellátása, és azok is járnak a kútra, vagy a folyóra. Ha már mondott Gánát, azt én olvastam róla, meg hát erről mondják a külpolitikusok is, hogy tulajdonképpen Afrikának a legszabadabb és legstabilabb országa, beleértve a kormányt és a vezetőséget is, de hát ott is hát ugye hát angol, most mindenféleképpen az angolról kell beszélni, mert ez mindenhol ugye hát hivatalos nyelv szinte, hát egy gyarmatbirodalom volt, de hogyha most néztem én is, hogy az angol mellett meg mindenhol annyi törzs van, és ezt tőled tudom leginkább, Moszi, meg Dagomba, meg mit tudom én, mik vannak most csak Gánáról. Van egy olyan, aminek megjegyeztem a nevét, Ga. Ga, aha, de van va is. Na, szóval akkor hogy van ez? És mondtad az a vallásokat, de Gánában ott azért a nagy többség keresztény. Hú, de nehéz a kérdés, hogy ez hamar vége legyen a válasznak. Tehát az első kérdésedre, hogy többsége keresztény, igen, 70%-ban keresztény, de fönt északon 95%-a nem katolikus, és 83% muszlim. Tehát még az országon belül is, ez hál' Istennek nem probléma, mert ott nincsen terrorizmus és nyugi van, de az egész volt angol gyarmatoknak valóban azért az angol a hivatalos nyelve, mert olyan sokfajta törzs van, hogy egy osztályon belül is többfajta törzs nem érti egymást meg a tanárt. És ez egyébként egy jó dolog, hogy ők nagyon hagyományőrzők, tehát otthon mindenki a saját törzsi nyelvén beszél, de az iskolába 6 évesen bekerülsz, akkor te angolul tanulod a történelmet, a matekot, mindent. Igen. És te lehet, hogy már 12 évesen jobban tudsz angolul, mint én, hogyha ott jársz iskolába. A pech akkor van, ha nincs annyi pénzed se, hogy suliba jársz, nagyon sok millióan vannak így, ők analfabéták, ők esetleg tudják azt mondani, hogy vagy jól, és utána már 3 mondat múlva elakadnak. Legtöbbször, amikor mi elmegyünk egy ilyen nagyon nehéz helyszínre, akkor a túlnyomó többség a betegeknek, hisz a legszegényebbekhez megyünk, mind analfabéta, és mindig kell egy helyi tolmács nekem, aki általában a helyi kórháznak az egyik alkalmazottja, és meg kell kérdezzük, hogy most melyik törzshöz megyünk, melyik lesz a tolmácsom. Értem. Mert még a kórházon belül is lehet, hogy pont nem azt a törzsi nyelvet beszéli. De egyébként fizetni kell sok helyen, gondolom, ezért, hogyha fizetni kellene, de hát nincs pénzük, úgyhogy hát ingyen kéne őket gyógyítani, de közben gondolom a kórházat is fenn kell tartani valamiféleképpen. A legtöbb afrikai országnak nincsen TB rendszere. Hát de meg $1 van. Az átlag. Igen, de Gána attól egy kicsit könnyebb, hogy ott egy nagyon alapszintű, de társadalombiztosítás, és egészségbiztosítás van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk alanyi jogon jár egy malária gyógyszer. Nigériában például semmi nincs ingyen, tehát ott, hogyha nincsen $10 egy maláriára, akkor te meghalsz. Ez nagyon kemény. Nigériában nincs ingyen oktatás, a Gánában megvan az első 6 elem ingyen. Ezek hatalmas különbségek. Gondolj bele, hogy mondjuk, hogyha neked nincsen annyi pénzed, hogy járj iskolába, akkor te generációkra beszorulsz a nyomorba. Igen. Hiszen mi lesz a te sorsod, hogy elmész a piacra és árulsz káposztát és cserélsz répát? Tehát semmilyen jövőképet nincsen. De most tulajdonképpen ugye a nőkről beszélünk, de hát természetesen család, és nem szabad kihagyni ilyen értelemben a férfiakat sem, de hát a nők és a férfiak viszonya. Hát az biztos, hogy nem olyan, mint akár itt, akár máshol a világon. Gondolom ott is speciális, és a nők nem hiszem, hogy túl könnyű helyzetben lennének. A katolikusoknál nagyon nagy tiszteletben vannak a nők, tehát én például Nigériában, főleg katolikus környezetben vagyok, ott sehol nincsen emancipáció, tehát ne úgy képzeld el, mint itthon, de tisztelik a nőket, viszont egy nőnek a legnagyobb szégyen, hogyha van egy férje és nincs gyereke, tehát a meddőség aznál nincs, az egy Isten csapása. De menjünk tovább. Vannak törzsek, ahol még a többneműség simán megvan, és együtt főznek a feleségek, és akkor nem beszéltünk a muszlimokról, a leveli hivatalosan is lehet 4. Tehát még az sem mindegy, hogy az országon belül milyen közösségben vagy. A muszlimoknál én nem szoktam lenni, vannak muszlim betegek, ugyanúgy ellátjuk őket, de ott még inkább nehéz azt mondani, hogy egyenjogúság van. De A katolikus környezetben úgy kezded el, hát az sincs, de ott úgy kezded el, hogy mondjuk a nőnek lehet már, hogy van egy orvos barátnőm, aki tényleg professzor és doktornő, tehát nőnemű. De akkor is a családfő az a pasi, még akkor is, hogyha nincs diplomája. Igen. Tehát mondjuk, ha van egy szokás, van egy kola osztás, az egy ünnepség, ahol megosztod azt a garden, az egy ilyen tojást, és bemártod egy ilyen borzasztó erős mogyorókrémbe, azt például csak egy pasi kezdheti. Aha. Tehát még akkor is, ha én vagyok a misszióvezető, akkor is valamelyik pasi odajön, megosztja velem azt a kolát, és utána jövök én. Most kibírom ezt, mert amúgy is nagyon rossz az a gyümölcs, szerintem. De ezekben látszik, hogy még ezeken a helyeken is, ahol akár professzor is lehet egy nő, és nincsen limit, még ott is egy kolát nem indíthat. És a nők hogy jönnek ki egymással, hogyha négy feleség van egymás mellett? Nem szoktam előbb beszélgetni, de állítólag jól. Hát, ha közösen főznek. Ők azt szokták meg. Ők még igazából ebbe élnek. Na most egy mondat csak tényleg Nigériáról, mert ott hát ugye azt megállapították a külpolitikusok, és meg is jelent, hogy nem csak hogy Afrika óriása, hanem az egyik legkorruptabb ország is, és hát meg háborús helyzet van, úgyhogy azért ott nem egy leányálom, gondolom, nem mindenkinek, de hát a nőknek se. 9-szer voltam Nigériában, a második hazám, összesen, igen. És ezért nehéz elfogulatlanul beszélnem róluk. Ők most tényleg nagy bajban vannak, és elképesztő a korrupció. A korrupció nem csak úgy van, mint a mi fejünkben, hanem úgy, hogy konkrétan, ha te adsz egy támogatást, és nem a helyi egyháznak adod, akkor az vesz rá mérget, hogy nem érkezik meg. Én azért vagyok a helyi egyházakkal és a helyi katolikus egyházzal nagyon szoros kapcsolatban, mert az egy garancia arra, hogy például a támogatás eljut, hogy ha nem ez lenne, igen, akkor neked a 100 forintból 0 forint jutna oda. Értem. Iszonyú korrupció van. Most a szavazásoknál is hagyjuk is, tehát az a helyzet, hogy katasztrófa. Jó, hát akkor kész, maradjunk a nőknél, és hogyha már említetted ezt a nem túl általad nem nagyon szeretett kaját, akkor azért hát szóval Jollof rice, az valamilyen rizs, ugye? Az finom, igen. Mert azt Gánában is eszik, meg pörköltet, meg mogyorólevest, ahogy láttam, meg mi az, hogy fufu, ilyen is van. A fufut én nem szeretem, de ettől függetlenül több 100 millióan szeretik. Ez különböző afrikai országokban mindenhol van. Aha. Annyi a különbség, hogy egyikből inkább gyamgyökérből, aztán maniokából, aztán kaszavából, vagy akár kukoricából, sőt, akár búzából is lehet készíteni. Ez egy massza, ez egy megdarált massza, amit több órát főznek, mondom, édes Istenem, és a végére nem lesz íze. És kézzel megfogod, és beletunkolod egy ilyen szúba, ami egy leves, és úgy eszi akár az érsekatya is így kézzel. Ez van. De nagyon finom nekik. Na de Gána azért, hát ott nemzeti sport a labdarúgás. Hát igen, a foci mindenhol a világon. Minden afrikai országban, te a gyerekek de az egy szál bőrred is tudnak. Na de az mindenféleképpen, hogy a labdarúgó válogatott már 4 alkalommal Afrika kupát nyert, ezt én nagyon jól tudom, és 2006-ban még világbajnokságon is voltak. Szóval a gánai focisták azok nagyon jók, de a másik része a dolognak, hogyha most Nigériába megyünk, hát ott is azért most nem csak a nőknél, hát ott is mindenféle szokások vannak, hogy, és eljutott eszembe, hogy állítólag Nigériában van az, hogy akármilyen is a kaja, de hogy mindig meg kell dicsérni az ételt. De ők tényleg szeretik, és Isten áldásának tartják, tehát nem csak, hogy meg kell, hanem egyszerűen a világ legnagyobb hálája, hogy kaptál ételt, hogyha te egy vendégségben vagy. Igen. És kézzed, egyszer volt egy olyan beszólás, Izuna atya mondta, hogy köszönöm, mondta a paptársának, Izuna, ő a kórházigazgató. Hol van a kórház? Nigériában. Azt mondta, köszönöm, hogy olyan jól ellátál, mintha egy vendég lennék. Tehát ez, igen. Ez a legnagyobb gesztus, hogy a vendéglátó az muszáj, hogy Isten küldöttjeként tekintsen a vizitorra, tehát a látogatóra. Úgyhogy az, hogyha valaki megkínál téged ott, az természetes. És nem csak, hogy megköszönik, hanem lehet, hogy ő se evett, csak annak örül, hogy végre jöttél, és akkor ő se evett. Hát jó szokás. Kemény. És hogy öltözködnek? Mármint a nők. Gyönyörűen, tehát a legtöbben, hogyha nagyon kevés pénzük is van, nincs is áram, de valahogy szépen ránctalanul ennek a vasárnapi misére olyan szép ruhaköltemény ebbe, hogy elképesztő. Maguknak varják, gyönyörű szép kézzel készített anyagokból, amiket én is szoktam kapni. Elképesztő szépen föl vannak öltözve, nem büdösek, ápoltak. Lehet, hogy 2 ruhája van, de van a vasárnapi ruha. Ez igen. Nagyon szép. Hát ez, na most nem véletlenül van itt ez a 2 könyv az asztalon, mert hogy van egy Afrika, kedves Réka, Egyszer, ez az első missziós orvos kalandjai Afrikában, de itt nem arról van szó, hogy kalandozunk, mint egy utikönyvben, hanem megírtad az ottani dolgokat, vagy megírtátok, a férjed író. És a másik, ez az Afrika 2, ez pedig azt mondja, hogy tűzön, vízen át Afrikában. Hát az, amit most itt dióhéjban hallottunk, gyönyörű szép illusztrációk vannak benne, és fényképek. És képzeld, hogy az Anna lányom a fotóknak a készítésének a kb. 80%-át csinálta 16 éves korában. Igen. Ezeknek a gyönyörű. Hát aztán már voltál kint vele is, úgyhogy mindenféleképpen. Így na de akkor így zárásképpen azt nem kérdezem meg, mert tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy egyrészt a missziós utak miatt, meg főleg azért, hogy egyszer a Covid-járvány idején elmentél 2 hétre, azt fél évig kint kellett maradni, mert nem lehetett menni, se repülővel, sehogy. Azt nem kérdezem meg direkt, hogy mikor lesz harmadik könyv, mert éppen ezért itthon is tisztességes háziorvos és orvos vagy, és rendelsz, szóval azért ez nem semmi, de az mindenféleképpen, hogy azt feltételezem, mert elő kell készíteni az utakat, hogyha voltál 9-szer Nigériában, akkor Gánában most visszamész valamikor? Hogyne, most képzeld el, hogy most jöttem haza 3 hete, de most csak körülnéztem, hogy mire van szükség, meg föltérképezni, hogy egyáltalán milyen csapatot vigyek. Úgyhogy megyünk májusba, már 2 orvossal együtt csapatba. A nagy álmom, hogy Nigériába is vissza tudjak, mint orvos menni, de most ott tényleg annyira nehéz a helyzet, hogy oda megyek majd támogatást adni, meg adok ösztöndíjakat, de nem, tehát nem tud 200 beteg várni tömeg, tehát az most nagyon-nagyon nem biztonságos. Mindenesetre Gánában béke van, nyugi van, és oda megyünk most 2 rezidens doktornő, illetve doktorbácsival, elképesztő jó fejek, úgyhogy... Természetesen az orvosi missziót attól, hogy Nigériában most nehéz a helyzet, szeretném folytatni, és májusban megyünk Gánába. Nagyon jó, hát akkor csak egyetlen egy mondat a végére. Hangszert viszel magaddal? Van ott elég. Van ott elég? De csak, hogy a drága jó néző is értse, szóval amikor egy kicsit félbeszakítottad annak idején, ezt annak idején el is mesélted, az orvostudományi tanulmányaidat, akkor elmentél Párizsba utcazenésznek. Szóval... Akkor az afrikai zenét szereted? Nagyon. Először is mindenki szerintem egy tehetségkutató győztese lehetne, aki ott akár csak egy ápolónő, mindenki gyönyörűen énekel, gyönyörűen dobol, gyönyörű a ritmusérzékük, táncolnak, úgyhogy én ott egy kis tanuló vagyok, de attól én nagyon szeretem. Köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra, és nem csak az afrikaiak, hanem azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy ez a fajta misszió, amit teljesítetek, ez tényleg párját ritkítja. Nagyon szépen köszönjük! És hogyha már a hölgyekről volt szó, kedves nézők, akkor nem túl vidám dolog, de kell egy befalazott hölgyről is beszélni, egy feleségről. Ugye, most már rémlik, 12 kőműves. Már csak azért is, mert Szörényi Levente és Bródi János rockballadáját bemutatták, méghozzá Zalaegerszegen. Mutatjuk, kisvártatva a részleteket.